Sziasztok, köszöntelek benneteket. Hát az elmúlt hetekben sajnos igencsak megtapasztalhattuk, hogy mi az az igazi forró, száraz, aszályos nyár, mint a mediterrán térségben, amik elő szoktak fordulni. Csak most úgy döntöttem, hogy meglátogatok egy igazi mediterrán kertet, itt Dél-Franciaországban, ez a Languedoc megyében, Béziers mellett, egy Rougean nevű kis gyönyörű faluban. Nagyon kedves barátunknak van itt gyönyörű kertje. És hát, ha egy kertész ellátogat valahova, akkor rögtön ugye feltérképezi, hogy milyen növények is vannak, és a kedves házigazdákkal meg is beszéltem, hogy egy kis munkát is vállalok, úgyhogy megmetszem az ő narancsfájukat és citromfájukat, úgyhogy ezt azért is jó, hogy bemutatom, hiszen sokaknak van otthon narancs és citromfája, úgyhogy ezt otthon is tudjátok majd hasznosítani, de azért előtte megmutatom, hogy milyen növények is élnek itt a mediterrán térségben, miket ültetnek ezekbe a pokolian forró, meleg, száraz területekre. És hát a hatalmas meleg miatt ilyen nagy kőházakat vastag falakkal építenek, és itt is egy hatalmas fügebokor van, ugye itt az utcákon végig rengeteg ilyen platán van, ugye nagyon jól bírja a szárazságot, nagy árnyékot ad, tehát ebben a forróságban mégis lehet sétálgatni azért az utcán, mert árnyékot adnak. Itt egy, ugye nem a babér megy, hanem maga a babér, a fűszerbabér. Itt leanderek, olajfák, hát ugye amit mi nem nagyon lehet kiültetni, vagy csak védett helyen. Itt bátran ki lehet ültetni, és gyönyörűen virágoznak. És itt a hátsó olajfán is rengeteg termés van. Úgyhogy neki kifejezetten jó ez a forró meleg, ők ezt szeretik, ez a viaszos merev leveleikkel. Ugye nem párologtatnak annyit, tehát bőven elviselik ezt a hihetetlen forróságot. Hogy így néz ki egy igazi gyönyörű kert, és a kis segítség Flóra most segített megöntözni a növényeket, itt együtt metszettünk, úgyhogy nagyon szerető is kertészkedni a tulajdonosoknak az unokája, akiknél vagyunk vendégségben. Hát itt egy málna lett egyébként pont a Flórának ültetve, hogy már tudjon szemezgetni, de hát itt is nincs öntözőrendszer, bizony az teljesen kisült most, de a többi növény azért, ezek a mediterrán növények, ezek bírják ezt a 40 fokot és brutál szárazságot. Oui, madame, d'accord. És hát akkor most szabályosan bemutatnám, hogy mindig is egy narancsfa és egy citromfának a metszése, mikre kell figyelni. Egyébként semmi nagy ördöngőség nincs benne, ugyanarra kell figyelni, mint a mi hagyományos gyümölcsfáinknál, tehát szellős legyen a koronája, ne legyen túl sok ága, ne árnyékolják be egymást, és ha túl sok gyümölcs van rajta, akkor egy kicsit ritkítani kell, tehát igazából ennyi nála is a fontos metszés. Esetleg lehet késő tavasszal is megmetszeni, amikor kihozzátok a teleltetésből őket, de nagyon jó a nyári zöld metszés is, ugyanúgy, mint a fáknál is, ugye a tavaszi metszés ez a növekedés serkentő, a nyári metszés az pedig a növekedés visszafogását segíti elő, tehát aki most metszi nyár közepén, akár a cseresznyefát, körtefát, almafát, vagy a mediterrán növényeket, az pont arra jó, hogy a növekedést visszafogja, szellősebbé teszi a növényeket, több fény kapnak a termések, és egészségesebbek, édesebbek, finomabbak lesznek. Úgyhogy mutatom is, hogyan kell. Itt egy jó idős fa van már a kertben, legalább egy olyan jó 10-12 éves, és látszik is, hogy itt a zöld termésekkel jócskán berakódott, itt sorakoznak végig. Most nehéz itt a zöld levelek között észrevenni, bizony itt jó sok van. Tehát egyébként ez már kicsit túl sok is, ugyanúgy, mint az almafánál, vagy a körtefánál érdemes eltávolítani a túl sok termésből néhányat. Tehát egy-egy hajtáson csak egy-egy termés legyen. És mindenképpen azt kell elérni, hogy ezek a termések, akár itt is, ami elbújik, fényt kapjon. Tehát itt a túl sok ágból biztosan le kell vágni egy párat, ahhoz, hogy az itt lévő termés, most ugyan már délután van, mert itt napközben nem forgattunk, mert nagyon-nagyon meleg volt, de itt napközben bizony ezt érni fogja a tűző nap, és akkor gyönyörűen be fog érni. Itt is nagyon-nagyon sok ág van, tehát abból a jó 5-10 ágból biztosan kivágok egy jó párat, hogy sokkal szellősebb legyen. Tehát látjuk, itt most itt volt az előző ág, most kivágtam, és már szellősebb. Kicsit ezt a katlanformát kell itt is elérni, itt is van egy, és kivágtam, és már szellősebb, nem?
pára nem áll meg a levelek között, átfújja rajta, most is úgy eléggé fúj a szél, át tudja fújni, és meg tudja sütni a nap a terméseket. Tehát ezt kell elérni, úgyhogy ezt folytatom, de mutatom a végén, hogy néz majd ki. Messzebből is. Úgy dolgozok, és az a neszor, hogy... Jó sok ágat eltávolítok azért, hogy szellős legyen, besüssön a nap, átfújja a szél. Kicsit tápanyag hiányos is, hát itt is nagyon meleg van és szárazság. Nem is baj, ha egy kicsit ilyen levegősebb lesz. Átjöttünk a citromfához, nagyon hasonlóan kell messzeni, érdemes azért vigyázni vele, ugye a citromnak azért vannak jócskán tövisei, tehát azért óvatosan kell megfogni és hozzányúlni, de nagyon hasonlóan kell, itt is látszik, hogy jó sok vízhajtása van, ezek mind idei hajtások, itt látszik a tavalyi metszés, tehát itt lett visszametszve, és ez a hosszú-hosszú hajtás, ez itt mind egyéves, tehát így jó 80 centit nőtt, viszont itt már a levelek között itt van a termés, és jó sok zöld citrom is van, tehát erre kell figyelni, hogy ez a termés is itt levegőt kapjon, fényt kapjon, tudja sütni a nap, és akkor tud beérni. Tehát ebből a sok vízhajtásból is visszavágunk, és itt is egy kicsit levegősebbé teszem. Tehát bátran lehet metszeni, úgyhogy ezt kell megfogadni, hogy nyári zöld metszés, az a növekedés visszafogására jó, a tavaszi, az pedig növekedés serkentésére. És hát elég sokat levágtam ebből a narancsfából is, látszik, hogy jócskán megtelt ez a kis tartó. Talán bele tudok most már nyúlni, el tud rajta fújni a szél, a termések napra kerültek, hát ezt kell elérni. És mivel egy kis tápanyag hiány is jelentkezett rajta, ezért érdemes magnéziummal, hát itt ezt őt lehet venni, de otthon is ilyen magnézium és vas hiányosak általában ezek a mediterrán növények. Úgyhogy érdemes ezzel tápozni őket, bár én mindig azért esküszöm a komposztra, tehát hogyha azzal jócskán be van dúsítva a talaj és múlcsozva van, akkor ők sem lesznek tápanyaghiányosak. Most itt nyilván nincs több évem, hogy ezt helyre hozzám, úgyhogy itt lehet alkalmazni ezeket. Egy kis fedőnyit kell tenni 10 liter vízbe, és így beöntözöm vele, meg itt majd mondom, hogy egy hónap múlva ezt ismételjék meg, és gyönyörűen helyre fog jönni az ilyen sárgulásos hiánybetegség is. És akkor a petrezsem és fokhagyma kerül.